Ma könnyű azt mondani, hogy ezt vagy azt másképp kellett volna tenni. Sokszor elmondtam, újra elmondtam. Kérem, a szovjet hadsereg csak 1991. júniusában vonult ki. És azt is, hogy igenis még 1991 tavaszán is egyértelműen hangsúlyozták, sőt, fenyegettek bennünket azzal, hogy nem vonulnak ki. Ezt Kviczynszky külügyminiszter nyersen mondta meg. Jazov Beszvernit szobámban ülve finomabban fogalmazták meg. Folyamatosan érvényesült ez. Tehát nem volt ez olyan egyszerű. Ugyanúgy a KGST feloszlatása. Egyedül voltunk ebben is. És csak mi akartuk egyértelműen. És amikor itt volt a visegrádi találkozó, Havel és a csehszlovák küldöttség még akkor sem akarta a KGST utódszervezet nélküli feloszlatását kimondani. A visegrádi szerződés aláírása előtt mentem föl, és Valenzát külön győztem meg, és ő vele együtt másnap reggel a cseheket. Ugyanúgy elmondhatom azt is, hogy amikor Moszkvában voltunk 90. júniusában, a reggelinél még megpróbáltuk a lengyeleket meggyőzni arról, hogy a varsói szerződésből velünk együtt ők is akarjanak kilépni. Havel azt mondta, hogy egy körig támogat bennünket, de az államtitkár már odajött, hogy ez nem érvényes. De Maizière azt mondta, hogy semmiképpen nem kockáztatják a német egységet azzal, hogy ők ezt kimondják. És akkor valóban bármilyen hihetetlen, amikor bejöttek, 9 órakor a külügyminiszterek találkoztak a reggeli után, és amikor visszajött a külügyi államtitkár, nekünk nem a miniszter volt, aki akkor Párizsban volt, a külügyminiszteri értekezletről bejött, és azt mondta, hogy nem járultak hozzá sem Sevárnadze, sem a többiek ahhoz, hogy a varsói szerződés felülvizsgálatára és feloszlatására való magyar szerződés tervezetet terjesztessük elő. Ott volt előttem a 2 tervezet, a jó külügyminiszterek által jóváhagyott szovjet tervezet és a el nem fogadott magyar tervezet. És ez valóban így volt, hogy formálisnak szánták ezt a bizonyos ülést, és kivételesen különleges fintora a sorsnak és történelmnek, hogy én elnököltem a varsói szerződés utolsó politikai ülésén, és mint elnök elkezdtem felolvasni az el nem fogadott magyar szöveget. És ekkor megmerevedett mindenki. Úgy gondoltam, bevallom, hogy legrosszabb esetben tévedtem. De én ezt mindenképpen előterjesztem, meglehetősen merevvé vált a légkör, és egyszer csak Gorbacsov azt mondta, hogy tá, harasó, ma se tudom, hogy félreértette, megértette, vagy nem kockáztatták, azt, hogy botrány legyen, de minden esetre Gorbacsov igen mondott, és attól kezdve mindenki lelkesedett, a lengyelek is, Havel is. Aznap még tárgyaltunk az oroszokkal, másnap mentünk Führ Lajossal már csak katonai tárgyalásra a Kremlben, valószínűleg egy hosszú, sok évszázados tapasztalat. Egy szűk folyosón vittek bennünket, saját biztonsági embereinket is már leválasztották. Mentünk egy hosszú, szűk folyosón. Egymásnak annyit mondtunk, hogy mit gondolsz, Szibériába kötünk ki. Ez csak azért a légkör miatt mondom el. Mindegy, most már állapodtunk meg abban, ahogy ott bandukoltunk. És akkor egy egész kicsi ajtóhoz vittek bennünket. Valószínűleg sok tatárkán és egyéb mehetett be azon a Kreml hátsó ajtaján. Azt hittük, hogy valami kis helység, ez hozzátartozik a Lille, azért mondom el, mert hát ha még szükség lesz ezekre a tapasztalatokra.
egy kis ajtón, egy ilyen kis ajtón vittek be bennünket, kinyitották az ajtót, nem tudhattuk, hogy most hova lépünk a kis ajtón, és akkor egy hatalmas, csillárokkal teli nagy terembe mentünk, ez hozzátartozott a lélektani művelethez, és akkor állapodhattunk meg, a katonák nem nagyon voltak tőlünk lelkesek.